Én azt gondoltam, hogy a múlt alkalommal ugye a püspöki körlevélről esett hosszan szó. És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor most folytassuk azzal a témával, egyébként is megvan adva a tematikában, hogy a régi magyar keresztény vallással foglalkoznánk. És én arról beszélnék most, egyébként nem lesz elég az az egy óra, ami maradt számomra, mert fél hétkor be kell fejeznünk. De arról beszélnék, hogy mi jellemzi a magyar keresztény egyházat, mi a sajátossága, és mi volt a múltja ennek az egyháznak, és mi az, ami különlegesség benne. Nem tudom, hogyha a hallgatóságnak ez megfelel, akkor beszéltek erről is, de beszéltek másról is. Hogyha... Jó, akkor a következőket kell elmondanom. Ugye ez azért nagyon fontos témakör, mert én azt látom, hogy egy... nemzet, illetve egy közösség csak úgy tud megmaradni, és erre már többször utaltam, hogyha valójában ugye az ősöket tiszteli, tehát ez a honszerelem, tehát ami a szépapjának igaz volt, a ükapjának igaz volt, a dédapjának igaz volt, nagyapjának igaz volt, az neki is igaz. És valójában tényleg szeretettel fordul ahhoz a közösségehez, ahova született. Az ősök tisztelete, az ősök igazsága valójában. És ugyanakkor a másik fontos lelki megtartója egy közösségnek, az a hit. Ugye a hit azért fontos, mert abban van jó, meg van rossz. Tehát e között különbséget kell tenni. Ha valaki tudja a jó és rossz közötti különbséget, annak van igazsága. Akinek van igazsága, annak van országa. Ha valakinek nincs hite, és nem tudja, hogy van ilyen, hogy jó, és van rossz, annak nincs igazsága, és nem lesz országa sem. És ebből következően egyébként pedig gondolkodni sem lesz képes. Hiszen amikor az ember eldönti, hogy valami jó, vagy rossz, akkor gondolkodnia kell. Magyarországa az a nagy baj most, jelenleg, hogy nem gondolkodik. Tehát nem képes gondolkodni. Holott nagyon egyszerűen rájönne arra, hogy mikor vezetik meg, és mikor megy az igazságos és jó úton. Most ehhez ugye nyilvánvalóan meg kell ismernünk, hogy milyen vallásunk volt. Milyen volt ez a kereszténység, ami már ott is jelzi, hogy sajátos volt, hogy nálunk valahogy érdekes módon a királyság, illetve az állam, az valahogy egybefonódott a hittel. Tehát nálunk az ige volt az igazság, és az igazság volt az ige. Magyarország hitből fakadt ország. Ezt már csak az is mutatja, hogy például nálunk a szerződéseket az úgynevezett hiteles helyen kötötték. Ugye a hiteles hely szóban már benne van, hogy a hittel kapcsolatos. Ugye nálunk különleges módon a régi Magyarországon csak azt tartották, ugye, hiteles szerződésnek, amit papi káptalanok vagy szerzetesi konventek állítottak ki szertartásos körülmények között. Természetesen nem minden papi káptalan és szerzetesi konvent volt hiteles hely, hanem csak az, amit a király kijelölt, ezek voltak a király egyházai. Most ennek megfelelően óriási lett az írásbeliség Magyarországon. Kevesen tudják, hogy a török elpusztította a magyar királyi levéltárat. Ennek ellenére a középkorból több mint 320 ezer oklevél maradt meg, ami az óriási írásbeliséget jelent. Tehát ehhez képest, hogyha ezt tudnánk, akkor tudjuk, hogy nem Európából jött ide a kultúra, illetve hát Európa kultúrája az mi magunk vagyunk, Európa szíve mi magunk vagyunk. Na most a helyzet az, hogy tehát már ez is egy ilyen furcsa jelenséget mutat, persze ezzel különösen sokat lehetne foglalkozni, de most nem ez a előadásnak a témája. Tehát lehet érezni, hogy itt tényleg az igazság és az ige összefonódott. Na most, hát az ember, hogyha megvizsgálja, hogy milyen vallás volt ez, az adódik, hogy kereszténység. Most ugye valóban ennek a kereszténységnek a lelkét képezte az, hogy a szűzanyának fölajáltatott az ország, vagy az égieknek fölajáltatott az ország. Ennek lett egy jogi következménye, ugye, mert ezt mi ki is fejeztük jogilag, ez azt jelentette, hogy itt a földbirtok például, ugye a szakra korona, ugye a szent korona, ami egyébként a koronaszó, az jelentett határértelmet is a középkori latin nyelvezetben, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy szakra korona, akkor azt is mondta, hogy szent határ. Ugye és ez a szent határ, ez a Kárpát-medencével volt azonos, és itt a föld, az nem lehetett személyes tulajdonlás tárgya, hanem azt fejezték ki, hogy radix omnium possessionum, ugye a radix az gyökér, omnium minden possessionum birtok gyökere a szent koronából ered, és oda is tér vissza. Tehát egy nagyon különleges gondolkodási mód alakul ki. Tehát nálunk a hit, az joggá vált.
Ez nagyon érdekes, nagyon sokáig el lehetne menni az időben, ezért is van az, hogy a hitelvilág nem tudott bejönni. Tulajdonképpen a 19. századig ugye alig volt forgalomképes a föld, és alig volt terhelhető a föld. Mert ugye nem emberi behatás alá tartozott maga a Kárpát-medence. Ez nagyon érdekes dolog, mert azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a 20. század közepéig szakrális királyságként van jelen Magyarország a nyugati világban, ami példátlannak tekinthető. Tehát minden körülöttünk elolvat, ami a szentséget jelentette, a magyar királyság ezt elhozza a 20. század közepéig. Na most, hát ugye ez, mint mondtam, keresztény állam volt. Most akkor milyen volt ez a kereszténység? Az ember elkezdi vizsgálni, hogy mi lehetett ennek a kereszténységnek az alapja? Hát először is, hogy mik a sajátosságai, ezt nagyon sok mindenben megtapasztalhatjuk. Tehát megtapasztalhatjuk abban, hogy megmaradnak úgynevezett közép-európai liturgikus hagyományok, amit sehol máshol nem csinálnak. Ezt azért nem hívják úgy egyébként, hogy a történelmi Magyarországnak a liturgikus hagyománya, mert ugye akkor kiderülne, hogy itt egy sajátos egyházi rend volt. Ugye már az is nagyon különleges, hogy a magyar királyság apostoli királyság volt. Különben, hogyha ezt mondom, hogy valakinek, hogy apostoli királyság, nem tudja meghatározni, hogy mit jelent az, hogy apostoli királyság. Holott régen ez nagyon fontos volt. Tehát ez is jelzi már, hogy valami különleges országgal állunk szemben, és egyébként azt is tudni kell, hogy ugye a nyugati kereszténységnek, és tulajdonképpen az egész világnak az egyetlen egy apostoli királysága a magyar királyság, és ez tényleg így volt. Tehát majd erre kitérünk. De ez is valamiből adódik. Akkor az is nagyon érdekes, hogy a keresztény ünnepeink hogyan alakulnak, hogy a keresztény nyelvezet hogyan jelenik meg, és egyáltalán, hogy a kereszténység mikor kerül bele a ífeszítő népeknek a történelmében. Most először is az első nyomnak azt adnám meg, hogy elinduljunk ezen a nyomozási úton. Ez az előadás inkább logikus lesz, mint hát az érzelmeket próbálná megérinteni. Különben is mostanában egy picit szeretném elhagyni ezt a részét az előadásoknak, mert amióta ilyen többségi társadalomra épülünk föl, hogy az az igaz, amit sokan mondanak, holott ez nem így van, mert ugye az igazságnak nincs köze a többséghez. Tehát ugye az egész politikai életünk erre van beállítva, tehát ugye, és ebből következik az, hogy minden politikai párt az előbb-utóbb ringyóvá válik, mert többségre van szüksége. Tehát, és ugyanakkor a hatalmi rendben a helyzet az, hogy ugye a média és a pénz az gyakorlatilag azoknak a kezébe van, akik minket 65 éve elnyomnak. Ugye tulajdonképpen egy totális diktatúra van, mert a saját maguk ellenzékük is ők. És hogyha egy párt ugye tömeggé akar válni, mert ugye azáltal lehet politikai tényezővé válni, kénytelen összeállni olyanokkal, akik a régi hatalomhoz tartoznak, innét kezdve pedig nem tud eljárni a régi hatalommal szemben. És ez összefügg az előadásokkal is. Az előadásokon nem az a fontos, hogy igazat mondjon az ember jelenleg, hanem hogy sikeres legyen. Nem tudom, hogy érthető-e. És egy sikeres előadásnak vannak elemein. Most éppen ezért, bár tényleg én inkább azt kell, hogy mondjam, csak ez olyan hülyén hangzik, mert ugye előadásról van szó, nem rólam, de én inkább ilyen lelki beállítottságú ember vagyok, tehát szívesebben menne a szíveket megérinteni, de azt mondom, hogy most ezt nem, ebbe az időszakban nem, tényleg próbáljunk meg az értelemben rendet rakni. No, tehát az első megközelítésünk ugye az, hogy hát tényleg különleges kereszténysége volt a magyaroknak? Hát igen, azt kell, hogy mondjam. Erre mondjuk az első jel, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a feltámadás az milyen ünnep a kereszténységnél. De először is tudni kell, hogy az egy központi ünnep. Tehát a kereszténység az eleve azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen kivirágzott az embereknek a lelkében. Tehát olyan, mintha egy magot elvetettek volna, elkezd növekedni, szárba szökken, virágba borul, és amikor Krisztus megszületik, meghozza gyümölcsét. A kereszténység, egyébként majd erről fogok beszélni az előadás folyamán, az nem 2000 éves vallás, nagyon téves. Az, aki azt gondolja, hogy csak 2000 éves vallás, az téved egyébként. És akkor szokták mondani ezzel, hogy a keleti kultúra az több ezer éves, meg a kereszténység mit akar itt 2000 évével. Nem így van. A kereszténység az tulajdonképpen a teremtés óta jelen van, ugye meg volt jövendőve a világnak a megváltása. Hát ugye mindenki a megváltót várta. No de visszatérve, majd még erről fogok beszélni, a keresztény évkör az fokozatosan alakul ki. Tehát nem úgy volt, hogy rögtön megvolt minden a keresztény évben, ugye a
Szent Évben, hanem a kezdet kezdetén csak péntek, szombat, vasárnapot követtek. Ez így volt egészen 325-ig, a nikájai zsinatig, amikor is ugye valójában arról is beszélnek, hogy ugye az atya és a fiú egylényegű, ez is majd külön kérdéskört tesz ki, és ekkor határozzák meg, hogy mikor van a feltámadás. Ez az évközi ünnep. Ugye az évközi ünnepekről annyit kell tudni, a hallgatóság nagy része remélem tudja, hogy vannak állandó ünnepek, és vannak változó ünnepek. Az állandó ünnepek azok általában a szenteknek az égi születésnapjai, az, amikor a mártíromságokat elszenvedik, ugye ilyen esetben az örök létre születnek valójában, és általában ezt ünneplik. Vannak persze kivételek, van ilyen például, hogy Üszögös Szent Péter napja, ugye ez Szent Péternek az antiókiai székfoglalásának az ünnepe, ez február 22-e, vagy van ilyen, hogy Bilincses Szent Péter napja, ez augusztus 1-e, tehát ez nem égi születésnapot jelöl. Egyébként pedig földi születésnapok, az állandó ünnepek között pedig csak három van, ugye ezt kórusba tudjuk mondani, hogy először is június 24 Keresztelő Szent János, szeptember 8-a kisasszony napja, ugye ezt illő tudni, ez a Szűzenek születésnapja, és december 25-e, ez pedig ugye a Kicsi Krisztus születésnapja. Most a mozgó ünnep pedig az, amit az első ünnepként, tehát akkor még nincsenek állandó ünnepek, első ünnepként elrendelnek a katolikus kereszténységben, mert ugye a katolikus az azt jelenti, hogy egyetemes. Később alakul majd ki az, hogy görög katolikus, római katolikus és görög keleti. Majd erről külön fogok beszélni, hogy ez mit jelent. Na most az első, az egyetemes kereszténységben ünnep, évközi ünnep, az nem más, mint a feltámadás, ez teljesen logikus, hiszen Krisztus ekkor győzi le a halált. Ugye minden tradicionális vallásnak alapkérdése, hogy ugye mi romlandó testtel születünk, de a lelkünk tud az elküldőről. És minden vallás tudja, hogy volt más kultúrákban, hogy aranykor volt, és ahhoz képest zuhanásban van a világ.